Üdvözlöm a nézőket! Itt vagyunk az Óbudai Nyugdíjas Sportnapon, és ilyen hangulatban telik ez a sportnap. Nyugdíjasok is elkezdhetik, mondhatnám. De ez így is van. Minél több nyugdíjas sportoljon, töltsék el az idejüket közösségben. Ez a célja ennek a napnak is. Tartsanak velünk! A 15. alkalommal rendezték meg csütörtökön a nyugdíjas sportnapot Óbudán. A Kasszások sportcsarnokban 170 nyugdíjas sportolt, táncolt egész délelőtt. Molnárfi Maja, a Vasas SC szenyor úszója köszöntötte a megjelenteket, és közös bemelegítésre hívta őket. Müller Istvánné, az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény vezetője, a rendezvény szervezője kiemelte. Öröm látni, hogy az idősek milyen boldogan sportolnak, milyen jól érzik magukat a közösségben. Célja az, hogy jó kondícióban tartsuk az itt élő nyugdíjas embereket, a klubtagjainkat és a Derűs Alkony Gondozóház lakóit. Nagyon fontos az, hogy rendszeresen bejárjanak a klubba, akár jogára, meridián tornára, gyógytornára, tehát nagyon sok mozgásprogramot szervezünk részükre. Nagyon boldogan fogadják, ezt lehet látni az itteni hangulaton is, és az arcukról is le lehet olvasni, hogy mennyire örülnek ennek, hogy megrendezzük számukra. Újra fiatalok lehetnek, fiatalos lendülettel sportolhatnak. Kelemen Viktória alpolgármester elmondta, az önkormányzat segít a nyugdíjasok közösségépítésében, az idősek egyre többen jönnek el a sportnapra. Itt Óbudán a nyugdíjasoknak van egy olyan jó közösségük, és ezt azért mi is próbáljuk segíteni természetesen az intézményrendszeren keresztül. És az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézménynek minden dolgozója olyan lelkesen készül erre, hogy a nyugdíjasok évről évre várják. Mutatja az is, hogy tényleg minden évben egyre többen vannak, és most már ugye külön csapatok vannak, szenior, illetve junior csapat, 80 fölött is nagyon aktívak az idősek. Az induló csapatok kapurarúgásban, babzsákdobásban, labdavezetésben, tekében, teniszlabda egyensúlyozásban mérhették összetudásukat. A rendezvény végén a legidősebb versenyzők, a 93 éves Nagy Mihály és a 88 éves Fülöp Istvánné díjban részesültek. A juniorok versenyét a Megyfa Idősek Klubja, míg a szenyoroket a 60 Idősek Klubja csapata nyerte meg.